Na. Úgy látom, hogy zeveg egyben, nem mindenkinek van internete. Rádióamatőrök antennája. Na. És ott van a Völgyhíd. Igen, ott van a Völgyhíd. Hétlyukú, és a Budapest-Pozsony vasútvonal építéséhez építették meg. A 19. század második felében. És csak nem hagyod mi? Hogy nem, de hagyod. Ez muszáj. Hát a Pest-Vác közötti első vasútvonal után mondom, ez volt a között következő. Jaj. Igen, ez fontos. Üdvözlet mindenkinek! Január 20-a van, gyönyörű napsütés, de a motort most otthon hagytuk. Autóval legurultunk ide a Dunakanyarba, és Szebegénytől indulunk túrázni. Gyertek, nézzük meg! Valószínűsíthető, hogy ez csak ilyen monda lehet, mert van egy 1295-ös feljegyzés, ami írja, hogy az ide költöző bencések nevezték el ezt a települést így, mert Pécs-Baranya egyházmegyéből jöttek, szöbegény településről. Úgyhogy valószínűleg ők hozták ide ezt a nevet is. Ha van kedvetek túrázni, és nem csak motorral, akkor ezt a turista jelzést kell követni. A főtéren ott a templomtól, a plébánia templomtól indultunk el, fölmentünk az országzászlóhoz, oda a Kálvária dombra, és akkor onnan lehet becsatlakozni és menni Nagymaros felé. Igen, mi a neve ennek? Zebegény, Nagymaros látványút? Panorámaút. Panorámaút, igen. Hát letöltöttünk egy GPX-et is,
Úgyhogy nézzük, hogy nehogy eltévedjünk. Hát végig nem fogunk menni rajta, de valameddig. Igen, hát ránk sötétedem. Igen, de nyáron is érdemes ide visszajönni, nagyon szép, és nagyon végig klassz. Itt a Dunakanyar mellett néz. És hát most ugye a fáktól nem lehet látni, de ott lent kanyarog a Duna, és nagyon klassz. Aha. Szép. Jaja. Na menjünk még egy darabig. Igen, hajrá! Jó. De hogy megtaláltam elsőre, nem? Tomi. Aha, mit? Hát ezt az útvonalat. Mondtad, hogy Dunakanyarba szeretnél. Ja. Beírtam, és már itt is volt. Majdnem melegen van egyébként. Ja, nekem is. De még jó, hogy nem jöttünk motorral. Le volt fagyva az úttest. Igen, az árnyékos részen. Ez a Begény is, vagy Verőce és Maros között ilyen árnyékos részen ott azért. Lehet, hogy csúszott volna. Na, jobb ez így. Lassan jön a tavasz. Igen, készülünk a szezonra. Ez nem hát itt valami tragédia történt az entek nemzetségébe. Szegény fák ott is kifordult a földből. Ja, ez is itt. Natúrul, akkor a vihar. Lehetett. Ez kettő vagy egy? Hát ezt nézem. Ez az egyik fele, az a másik fele, nagyon szerintem. Ez nagyon-nagyon durva. Ja. Ja. Ez úgy láttam, hogy belül már beteg volt, azért tört ezzel. Ja. Hú, és innen nézd, milyen hosszú. Akkor ja. Mekkorát csatolhatott, amikor... Jó, hogy pont nem álltunk itt előtte. Hát, az biztos. Ja. Na, még oda a domb tetejére fölmegyünk, megnézzük a Dunát, és akkor visszafordulunk. Nem, megnézzük, hogy merre visz az út, jó? Nem, én tudom, hogy merre visz, de én arra nem megyek. Nagyja, megnézem a izét, a GPX-et, hogy... Mennyit jöttünk, hol tartunk, de szerintem egy negyedénél. Hát ja. De... Olyan 3 kilométer. Ja, utána már bevisz az erdőbe, már nem nagyon klassz lesz a panoráma szerintem, de mindjárt. Megnézem akkor. Itt egy kár leülünk. Igen. Itt a plédanyakamba, ezt magunk alá rakjuk. És túrázunk. Az én... már jobban tetszik, hogy ücsörgünk, és akkor nézzük a természetet. Hoho! Most van egy kilátós rész. Van, nem melegen van, Tomi. Most nagyon jó idő van. Hát ez marha klassz. Akkor oda lemegyek. Ha marha nagynak tűnik ez a hegy, mintha nem is. Hát ez nagyon klassz. Hát itt a sziklapárkányra ki lehetne ülni, de... Aha, ott a Duna is. Hát ez nagyon klassz. De itt vegyük telket! Jó. Régen is csak építettek várakat ilyen hegy tetejére, valahogy megoldjuk. Csak a postás nem fog ide följönni. És innen még látod a Dunát. Aha. Hát ez nagyon kafa. Még a narancsot is megeszik. Hatalmasak ezek a hegyek, nem is gondoltam volna, pedig mi is magasan vagyunk. Na hát itt szerintem elidőzünk. Itt nem bánom, ha nem megyünk végig az úton. De nézzed meg a cipőbe! Na jó, hát...
Milyen kar is kafa? Tessék? Kafa? Ez egy kis fácska, ott mögötted marha, jó? Hát én most itt maradok. Jó. Hát itt ilyen sziklák mellett ülünk, ami pontosan ugyanúgy néz ki, mint dobogókőnél, amit hát még mindig állítják, hogy azok lehet, hogy természeti képződmények, viszont ha az ember megnézi, teljesen elkülönítve lehet látni, hogy ezek különálló szikladarabok, amik egymásra vannak építve. Úgyhogy ez, hát nem tudom mennyire adja vissza a kamerát, de 1000%, hogy ez például valami vár, vagy valami bástya lehetett. Hát itt vannak ezek a, itt teljesen elkülöníthetően így, egymáson nem maradnak elkülönített szikladarabok. Ezt szépen egymásra építették, mészkövet öntöttek közé, és azóta így van. Innen jól be is lehetett látni a Dunát. Igen, ez olyan színű, hogy a Dunakanyar védrendszer része, ami dobogókőnél folytatódik. Hát itt lehet látni, hogy ez... végig. Ez szerintem... azok is különálló sziklák egymás mellett, tehát így nem repedezik szét. Mert ha szétrepedezik, akkor szét is hullik. De ez az én elméletem. Nyugodtan cáfoljatok meg! Jaj! Jaj! Na! Ott a kis kutya is. Ott a kutyus. Na, menjünk. Na, miután eltöltöttünk itt egy jó óra hosszát, visszafelé indulunk, mert észrevettük, hogy följött a hold. Így van, késő este van, menjünk haza délután 2. Igen. Na, a túra befejezéseként egy kis girosztál Nagymaroson.